Finisébe érkezett a gyógyfürdő építése. Festés, hidegburkolás, álmennyezetépítés, valamint a tér lehatároló szerkezetek készítése zajlik már az épületben. A munkálatokkal párhuzamosan elkezdődik a környezet kialakítása is, a Táncsics köz felüli oldalon új járda készül. A régi terepalakítások, téralakítások ahhoz a kerthez tartoztak, ami a régi rendelőintézethez tartozott. Az új létesítmény egy új kubatúrával, új csatlakozással csatlakozik most majd a Táncsics Mihály úthoz, és ez is megkapja azt a járda szakaszát, az épület beközlekedési útvonalakat, amit ugyanúgy, mint ahogy az épületet, ezt is el kell készítenünk hozzá. Most jutottunk el arra a fázisba, hogy itt ezt a járdának is hozzájuk, a régi parkolóhelyén lévő süllyesztett szakaszokat kiemeljük, és a térburkolatos járdaszakaszokat el tudjuk végezni. Ez azzal jár, hogy az utat átmenetileg szakaszosan elzárják a forgalomtól, a közlekedőket táblák tájékoztatják a korlátozásról. Az új járda körülbelül 2 hét alatt készül el. A jelenleginél valamivel szélesebb, illetve változik itt egy kicsit a környezete is, amit az épület és a környezete ad belőle. Ez egy 2 méter széles térkőből készített járda lesz, tehát egy kellemesebb környezet, mint hogyha aszfaltosan lenne kialakítva, harmonizálva a környezethez, a régi rendelőintézethez és az új épülethez. A környezetépítés a rendelőintézet felüli bejáratot nem érinti, ott nem kell korlátozásra számítani, tájékoztatott Michel Robert építésvezető. Kérik, hogy a járdaépítés alatt vezessenek figyelmesen és türelmesen a Táncsics közben.